November 21-én a Városháza dísztermében tartott közmeghallgatást Kiskörösváros német nemzetiségi önkormányzata, mely során az önkormányzat elnöke Kincses Mihályné értékelte az elmúlt évet. Ennek igazából az a célja, hogy az elmúlt évről, illetve az éppen zajló évről beszámoljunk. Ilyenkor jöhet bárki, igazából nyilvános, jöhetnek a tagok, de jöhet a városból is bárki, aki kíváncsi a német nemzetiségi önkormányzat munkájára. Lehet kérdéseket feltenni, lehet hozzászólni, és igazából az a lényege, hogy tudomása legyen mindenkinek arról, hogy milyen munka zajlik. Kincses Mihályné elmondta, hogy a 26 éve működő önkormányzat célja továbbra is az, hogy képviseljék a német nemzetiség érdekeit. Én azt gondolom, hogy Kiskörösön annyira nem kell nem kell harcolnunk, mert szerintem mi Kiskörösön teljesen elfogadottak vagyunk, és sok-sok segítséget kapunk a várostól is, és én úgy gondolom, hogy a város is örül, hogy mi létezünk, hiszen színesítjük a város életét, a város programjait. Ilyen alkalmak voltak például a Sörestek, mely eseményt több alkalommal is megszervezték a nemzetiségi önkormányzat tagjai. Emellett nyáron táborba várták a gyermekeket, de a 30. kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokon a német gasztronómiát is megismertették az érdeklődőkkel. Nagyon fontos, hogy a hagyományokat őrizzük, ezt természetesen tesszük is mindenféle programokkal. Fontosnak tartjuk a német nyelv, ugye, mint az identitás egyik legfontosabb eszközének a tanítását Kiskörösön. A Kevi általános iskolában német nemzetiségi oktatás is folyik, és az iskolával is természetesen szorosan együttműködünk. Ők írnak pályázatokat az önkormányzatunkhoz, azokat mi általában elfogadjuk, és sok-sok program valósulhat meg a nemzetiségi önkormányzat támogatásában, illetve nem csak program, hanem verseny is. Kiskörösváros német nemzetiségi önkormányzata jelenleg körülbelül 50 fővel működik, akik között elmondható, hogy a fiatalabb generáció is helyet kap.